Lökösházán fogták el a terroristák támogatóit, őrizetbe kerültek. Békés Csaba hazavár, ösztöndíjjal támogatja a város a főiskolásokat. Újra szárnyaltak a Degri utca angyalai a Jókai Színházban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Varga Diana vagyok. Még az európai elfogató parancs kiadása előtt elfogták Lökösházán azt a két brit férfit, akiket korábban terrorizmus finanszírozása miatt ítéltek el. A személyeket a Bukarestbe tartó nemzetközi vonaton tartóztatták fel, ahol nem tudták igazolni magukat. Később derült ki, hogy egy korábbi bírósági ítélet miatt nem hagyhatták volna el Anglia területét. Nem szabadna annyi migránsot beengedni, mert tulajdonképpen veszélyeztetve érezzük magunkat. Mindenki érzi, hogy valós a terrorveszély. Hát ugye láttuk, hogy mi volt Párizsban is, meg minden. Sokat utazik, de késő este már nem mer egyedül vonatra ülni ez az idős asszony, mióta a vasúton is megjelentek a bevándorlók. Mint mondta, különösen azok után fél, hogy hallotta, Lökösházán a határrendészet munkatársai két terroristákat segítő embert tartóztattak fel a hétvégén a Bukarestbe tartó vonaton. Egy fiatal fiú, aki szintén gyakran utazik, meglepve hallott a hírekben az eseményekről. Hát eléggé meglepő, meg egy kicsit azért megrémisztő is, hogy ilyen itt is történhet ebben a kis faluban. Mondjuk eléggé úgymond átkelő hely, mivel Románia, úgyhogy hát ez benne volt én szerintem. A határőrök elbeszélése szerint a Románia felé utazó két férfi nyugatnak tűnt, de a körülményeik gyanút keltettek. Nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét és állampolgárságukat. Egyikük mindössze egy angol vezetői engedélyt adott át, erről később kiderült, hogy valódi. A másik személynél azonban nem találtak személyi iratokat. Csomagjaik átvizsgálásakor holmia közül egy korán került elő. A rendőrök végül előállították őket, és kiutasítást előkészítő őrizetbe kerültek. Az idegenrendőrségi eljárás során az addig azonosítatlan férfi közölte valódi nevét, egy 40 éves brit állampolgárról van szó. Ügyükben egyébként tegnap délután történt változás, amikor is a schengeni körözési rendszerben megjelent mindkettőjük európai elfogató parancsa. Kiderült, hogy a két férfi nem jelezte az angol hatóságoknak, hogy elhagyják Angliát, pedig erre bírói ítélet kötelezte őket. Korábban ugyanis a két férfi terrorcselekmény finanszírozása miatt egy alkalommal másfél évet és egy másik alkalommal 3,5 évet töltöttek börtönben. 2009-ben szabadultak, és az ítélet szerint a szabadulásokat követő 10 évig csak az angol hatóságok engedélyére hagyhatták volna Angliát. A magyar-román vasúti határátkelőn egyébként 20-25 perc a nemzetközi vonatok állásideje. Ez alatt kell a határrendészet munkatársainak az egész szerelvényt végigjárniuk, és az utasok okmányait, poggyászukat ellenőrizniük. A párizsi események után fokozott figyelmet fordítanak ezekre a vizsgálatokra. A hétvégén elfogott két férfi jelenleg őrizetben van. Őket a Békés megyei rendőrfőkapitányság munkatársai hamarosan a fővárosi törvényszék elé állítják. Békés Csaba hazavár, ezzel a címmel hirdetett ösztöndíj programot az önkormányzat. A pályázat célja az, hogy a felsőoktatásban a hallgatókat és a friss diplomásokat támogassák, illetve arra ösztönözzék őket, hogy a városban kezdjék el az életüket. Az ehhez kapcsolódó díszokleveleket november 13-án adták át, a héten pedig kiírták a következő pályázatot is. 10 nyertes pályázó közül 6-an érkeztek a Városháza Mokos termébe. Ők azok, akik személyesen is átvehették a Békés Csaba hazavár ösztöndíj programhoz kapcsolódó díszokleveleket. Az átadó ünnepségen elhangzott, sok családot érint rosszul, hogy miután a fiatalok elvégezték a főiskolát, más városokban vállalnak munkát és telepednek le. Ezt a folyamatot kívánja megállítani az önkormányzat. A közgyűlés ezért hozta létre a Békés Csaba hazavár ösztöndíjat, melyre első körben az önkormányzat 5 millió forintot különített el. A felsőoktatási hallgatók fél évenként 5 hónapra pályázhatnak, és havi 40 ezer forinttal támogatják őket. A Szegedi Tudományi Egyetemen vagyok védőneszakos hallgató jelenleg, és negyedéves vagyok, tehát végzős, és amiatt pályáztam, mert szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, hogy itt maradhatok a városban a későbbiekben, és munkát is kaphatok majd. Ez lenne az elsődleges cél. Nem szeretnék messze menni, se külföldre, se sehova. Jelenleg Kecskeméten tanulok, gépészmérnökként, 7. fél éves vagyok, és szakdolgozatomat írom.
Azért pályáztam, mert szeretnék itt élni Békés Csabán, jelenlegi barátnőmmel. A friss diplomások és a fiatal pályakezdők egy egyszeri életkezdési támogatásra pályázhattak, ennek összege 300 000 forint. Békés Csabán dolgozom, a Békés megyei pedagógiai szakszolgálat Békés Csabai tagintézményében gyógypedagógusként. Amiatt pályáztam erre a pályázatra, mert a preferált szakmák között megtaláltam a pedagógiát, és mivel gyógypedagógusként dolgozom Békés Csabán közel 2-3 éve, ezért nagyon nagy segítségnek találtam ezt az életkezdési támogatást. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere az eseményen elmondta, habár a vállalkozások az utóbbi években megerősödtek, a szakemberek száma megcsappant. Többek között ezért is kell arra ösztönözni a fiatalokat, hogy városunkban maradjanak. Olyan hiány szakmák kapcsán látszódnak biztató jelek, hogy lesz munkaerő utánpótlás, diplomás munkaerő utánpótlás Békés Csabán, mint orvos, diplomás, ápoló, villamosmérnök, gépészmérnök és fizika vagy matematika tanár. Úgyhogy a város folytatni fogja a programot, minden évben kétszer fogunk ilyen pályázatot kiírni, ugyanezekkel a feltételekkel körülbelül, mint ami az első pályázatban voltak. Kis Tibor, a város alpolgármestere már arra emlékeztetett, Békés Csaba diákváros, mintegy 11 000-en tanulnak itt. A cél az lenne, hogy a hiány szakmákat innen is fel tudják tölteni, ehhez azonban ösztönző programok kellenek. Az önkormányzat egyébként már kiírta a következő pályázatot is, melyre jövő februárig lehet jelentkezni. Nevelő szülőknél vagy gyermekvédelmi gyámoknál helyezni el a Jobbik azokat a kiskorúakat, akiknek szülei büntetett előilletűek vagy bűncselekményt követtek el. Samu Tamás Gergő, a Jobbik megyei közgyűlési frakció vezetője azt mondta, nagy problémának tekintik az újratermelődő bűncselekményeket. A politikus szerint ez csak úgy akadályozható meg, ha az intézmények és a szakemberek segítenek ezeknek a gyerekeknek beilleszkedni a társadalomba. A mi javaslatunk az, hogy ezeket a gyerekeket ezekről a veszélyes környezetből, ahogy ezt a szakifejezés, ha jól tudom, mondja, kivonjuk, és akár intézményi keretek között, akár nevelőszülőknél elhelyezve úgy neveljük őket, a neveltetésben részesüljenek a törvényadta lehetőségek szerint, ahol hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Nővérként dolgozott az a nő, akinek a holttestét kedden este fedezték fel a rendőrök orosháza határában. A meggyilkolásával vádolt férfit szerda reggel találták meg. A rendőrök egyelőre a miérteket keresik. Orosházán a Szentesi úton, pontosabban a Békést és Csongrádot elválasztó megye határ közelében találták meg kedden éjszaka a rendőrök a Nagymágocsi nő holttestét. A rendőröket egy férfi hívta fel azzal, hogy meggyilkolta volt barátnőjét, így találtak rá a holttestre az elhagyatott területen. Sajtóhírek szerint az áldozat az orosházi kórházban dolgozott nővérként. Ezt az értesülést később az intézmény részéről is megerősítették. A kórházra kitűzték a fekete zászlót, a teljes kollektíva gyászol. Az áldozat az kórházunk dolgozója volt, belgyógyászaton dolgozott nővérként. Az este folyamán kellett volna megjelennie dolgozni, de mivel nem jött be, a kolléganői próbálták elérni telefonon, de már nem tudták. És hajnalban kaptuk mi is a hírt, hogy elhunyt. A férfi egyébként többször is felvette az áldozat telefonját, az egyik alkalommal úgy felt, ne zavarják őket, mert wellnesseznek. Miután a rendőrök helyszíni szemlét tartottak, azonnal keresni kezdték a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 55 éves férfit, ehhez a lakosság segítségét is kérték. Másnap reggel meg is találták a feltételezett elkövetőt. A férfit ma reggel találták meg a munkatársaim Pusztaföldváron, maga tehetetlen állapotban volt, ezért mentőt hívtak hozzá, jelenleg nincs is kihallgatható állapotban. A főkapitányság vizsgálati osztálya az emberölés gyanúja miatt indult nyomozásba, szakértőket is bevon. A nyomozás során tisztázzák a munkatársaim egyrészt azt, hogy mi a nő halálának pontos oka, illetve valamennyi körülményt megvizsgálnak, és arra is keresik a választ, hogy miért, mitől került maga tehetetlen állapotba a férfi. A férfi tette után fagyállót ívott, és végül péntek reggel elhunyt. Sajtóértesülések szerint a férfi több helyen is dolgozott, így az orosházi kórház betegszállítója volt. Az ügyben még szerdán nyomozás indult, a rendőrök arra a kérdésre keresik a választ, miért történt a tragédia. Kívülről leszigetelték és nemes vakolattal burkolták be a Penza lakótelepi óvoda épületét. Az intézmény a Trilak pályázatán nyert, a beruházás és az önkormányzat és az óvoda együttműködésének eredménye is. A leszigetelt épületet hivatalosan november 18-án adták át, de a gyerekek már a nyár vége óta élvezhetik a beruházás áldásos hatásait.
A Trilag Festékgyártó Kft. 2014-ben írta ki a Drivit pályázatát önkormányzati intézmények számára, amellyel hőszigetelő technológiát lehetett nyerni. A Penza óvodában 300 négyzetméternyi területet szigeteltek le a gyár pályázatának köszönhetően, ez a teljes felület mintegy háromnegyed része. A többi felület szigetelését az önkormányzat és az óvoda közösen oldotta meg. A pályázaton egy 2,5 millió forint keretösszeg került megnyerésre, tehát ez volt az a kiindulási alap, mivel maga az óvoda több mint 300 négyzetméter, és ez még hozzá kellett járulni az önkormányzathoz. Egy 760 ezer forint plusz forrást kellett előteremteni, ezt pedig úgy adottuk meg, hogy felét az önkormányzat, felét pedig az intézmény a saját keretéből, saját gazdálkodásából tudta mellé tenni, és így egy összességében egy 3,3 millió forintos beruházás valósult meg. A festékgyártó cég tavaly lett a Drivit tulajdonosa, akkor döntöttek úgy, hogy a termék reklámozásának, népszerűsítésének olyan módját választják, amellyel valami hasznosat is tehetnek. Az óvodák szigetelése mellett döntöttek. 150-nél is több pályázat érkezett, úgyhogy a pályázatban 10 óvoda újult meg idén, és szeretnénk, hogyha az elkövetkező években ezt folytathatnánk a többi óvodával is. A munkák nyáron a legnagyobb melegben zajlottak. A kivitelezők mellett az óvoda dolgozói sokat tettek azért, hogy minden rendben menjen. A gyerekeket viszont nem zavarták a szigetelési munkák. A nyári karbantartási idő alatt történt tulajdonképpen a munka, és nem zavarta a gyerekek életét. És mire elkezdődött szeptember 1-én az új nevelési év, addigra teljesen készen lettek a munkálatok, és hát nagy-nagy örömünkre szolgált, mert nagyon megszépült az óvodánk. Szarvas Péter polgármester, aki a 60-as években egy ideig maga is a Penza óvodába járt, köszönetet mondott a Trilag Festékgyártó Kft.-nek, amely amellett, hogy hatékonyan működik, nem feledkezik meg a társadalmi kötelezettségekről sem. A Penza óvodánk pályázott, és sikerült, és 10 azon intézmények között volt a Penza óvoda, amelyet ebben a felújításban részesített a Trilag Festékgyártó Kft. Ma került sor az ünnepélyes átadásra, és a óvodások körében megrendezett ünnepségre, és én nagyon örülök, hogy ez a régi patinás óvodája Békés Csabának megújult, és ahogy a köszöntőmben is elmondtam, most már minden adott ahhoz, hogy télen meleg legyen, és nyáron pedig hűvös a fejlesztő óvodai termekben, és nagyon örülök még egyszer, hogy a gyerekek és a óvonénik ilyen jó, megújult körülmények között fognak tudni dolgozni. Az ünnepséget önfelett játék követte, ami után talán majd rajzok is születtek a délutáni eseményekről. Színészekkel és meghívott művészekkel együtt adtak elő közös produkciókat a Békés megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ fiataljai. Az Angyalok Szárnyalása című jótékonysági estet a Tolerancia Világnapján tartották meg. A Békés Csabai előadást Tarsoly Krisztina rendezte. Az idén 5. alkalommal szervezett program díszvendége a Cimbali Band volt. A Degri utcai gyermekotthon lakói ismét lehetőséget kaptak, hogy megmutassák, mire képesek. Az Angyalok Szárnyalása című jótékonysági esnek ezúttal a Békés Csabai Jókai Színház adott otthont. A rendhagyó program rendezői feladatait Tarsoly Krisztina, a Jókai Színház színésze vállalta magára. Ez az este olyan dolgot ad mindannyiunknak, ami egy elég hosszú folyamatnak a végeredménye. Tehát itt fel van töltődve a lelkünk, a szívünk, és igazából azt reméljük, hogy ez le is fog jönni, és a nézők ezt ugyanezt fogják érezni, mert az, hogy ma este mi történik velünk, meg a színpadon, amellett még az nagyon fontos, hogy ez alatt az idő alatt mit kaptunk egymástól, ez alatt a felkészülési idő alatt. Az 5 éves múltra visszatekintő rendezvény a Kalózfilka produkcióval kezdődött. Berényi Nagy Péter és a 13 fős legénységének előadásában, amit Jimmy Bohóc meséi követtek, majd a fiatalokkal együtt énekeltek, táncoltak a színház színészei. Végül a Cimbali Band együttes népzenei motívumokkal tarkított, rövid koncertje zárta a programot. 5. alkalommal csinálom, vagyok ebben a rendezvényben benne, hál' Istennek. Bízom benne, hogy a közeljövőben is lesz még ilyen gála majd. Nagyon-nagyon jó dolog, hogy ilyen sok érdeklődő van itt a Jókai Színházban, és hát nagyon reméljük, hogy ez a továbbiakban is majd így fog folytatódni. Fantasztikus az előadás, úgyhogy mindig újabbnál
újabb előadásokkal rukkolunk elő, úgyhogy tényleg fantasztikus minden. A szervezők remélik, jövőre ismét alkalmuk lesz a közös munkára a Degri utcai gyermekotthon lakóival. Teltházas előadást tartott a Reszérkel új cirkusz társulat a Jókai Színházban. A társulat tagjai fontos missziójuknak tekintik, hogy ezt a különleges műfajt a vidéki színházak közönsége körében is ismertté tegyék. Az új cirkusz irányzat magyar képviselői Békés Csabán a Cirkusz az Éjszakában című előadással mutatkoztak be a színház kedvelői előtt. Van belül egy pont, ami kézzel érinthetetlen, akár a lepke száll. Békés Csabára is ellátogatott a Reszikó új cirkusztársulat. Az új cirkusz műfajának magyar képviselői nagyon fontos missziójuknak tekintik, hogy minél több magyar nagyvárosba eljutassák a cirkusznak ezt a különleges művészeti ágát. Az új cirkuszt úgy kell elképzelni, hasonlóan kicsit, mint a Cirque du Soleil-t mondjuk azok számára, akik nem ismerik, de talán ez egy sokkal intímebb, egy közelibb dolog, ahol a cirkuszművészet mozgás minőségével mesélünk történet. Miközben persze használjuk a vizuális színház és egyéb színházi eszközöket, mint a zene, a fény. Az artista társulat a Cirkusz az Éjszakában című előadással mutatkozott be a Békés Csabai közönségnek, amely az első előadása volt az alig 3 éves társulatnak. Így nagyon közel áll az előadók szívéhez. Nagyon szívhez szóló előadás, ugyanúgy, mint az összes többi. Ez a, úgymond a repülés és a repülés vágyáról szól ez az előadás. És hogy a nyitányban is látható, ahogy az artisták megérkeznek a színpadra, és így egy elhagyatott helyre érkeznek, és eltűnik a cirkuszuk, és igazából önmagukat és egymást keresik az egész darab alatt. A 9 artistából álló csoport tagjai néha valóban repülnek a színpad fölött. A lélegzetelállító produkció fontos része az élőzene, amely szinte kézenfogva kíséri végig az előadókat. A társulat következő állomása Veszprém lesz, ahonnan Párizsba vezet majd az útjuk. Ez volt a híradó, de maradjanak velünk, hiszen jövő héten ismét friss hírekkel jelentkezünk.